Március elején kétnapos tavaszváró gála estel örvendeztette meg a nagy érdeműt az együttes a Hagymaházban. Akkor több mint 130 fő vett részt az eseményen, amelyre fél évet készültek, jegyezte meg Tótné Döme Mária, a Marostánc együttes művészeti vezetője. Pár nap múlva jöttek a koronavírus miatt meghozott szigorú intézkedések. Így az oktatás digitálisra váltott, majd a nyári szünetben mindenki szusszant annak reményében, hogy szeptemberben visszatérnek a régi kerékvágásba. A két külföldi fesztiválunk, egy harmadik külföldi meghívásunk, illetve két hazai fesztivál teljesen elhalasztódott, biztattak bennünket, hogy majd 21-ben. Tehát tulajdonképpen a nyár azzal telt, hogy mindenki pihent, illetve dolgozott az ifjúsági csoport, a felnőttek, és aztán következett az ősz, amikor arra gondoltunk, hogy na, akkor most majd megint tudunk valamit kezdeni, és nekilódulunk a 40. évadunknak. Hát igazából az is nagyon felemásra sikerült, ugyanis volt egy nagyon szép rendezvényünk, sikerült megrendeznünk a harmadik kalákatánc találkozót. Az iskola kezdéssel a táncpróbák is megkezdődtek, azonban a második hullám ismét közbeszólt. A gyakorlás különféle lehetőségeit feltérképezve igyekeznek a tagok egymásban tartani a lelket. Tótné Döme Mária művészeti vezető szót ejtett a 2021-es év terveiről, amely a Marostánc Együttes újjászervezésének 40. évfordulója is lesz egyben. Volt egy gyémántlakodalom című tervünk, amit ilyen módon nem tudtam összeállítani, hát ahhoz az kellett volna, hogy ember közelben a teremben legyen mindenki, egymással összefogva, a kicsitől a nagyig, ez nem jött össze, viszont én úgy gondolom, hogy a március már meghozhatja azt, hogy a tavaszváró gálánkat, amit már több évtizede mindig ilyenkor rendezünk, sikerül majd megvalósítani, illetve nem vetettük el a 40 éves jubileum tervét. Amint a szabályok engedik, a Bartók iskola tornaterme újra élettel telik meg, és készülnek a jubileumi és a tavaszváró gálára is. De a tervek között szerepel a 4 évtizedet felölelő tárlat is, tudtuk meg a művészeti vezetőtől. Mint kiderült, jövőre megy nyugdíjba Tótné Döme Mária, aki a Maros vezetését megtartja, de az iskolai néptáncoktatást átadja egy kollégának.